Köszöntöm Önöket a Stúdió KB november 25-i adásában, melyben szó lesz a Caritas gáláról, az e hétvégi tartós élelmiszergyűjtésről és civil konzultációs napról. Közmeghallgatást és testületülést tartott a képviselőtestület, a meghozott döntésekről Ottó Péter polgármestert kérdeztük. Felhívjuk a figyelmet a koszorúkészítéssel elkezdődött adventi programokra, majd a Reguli Múzeum szibériai délutánjára látogatunk el. Scherer Péter színművész volt a 3. Béla gimnázium vendége, aki a Gyáva című kétszemélyes darab főszereplőjeként a drogmegelőzésről is beszélt. Nem várt eredményességgel zárult az erdélyi baráti kör derceni gyerekeknek szánt adománygyűjtése, a részletekbe Kósné Stól Ilona avatja benézőinket. Kulturális programajánló után az Árpádházi Szent Erzsébet Katolikus Karitás csoport jótékonysági délutánján rögzített felvétellel zárjuk műsorunkat. Jó szórakozást kívánunk! Az Irci Római Katolikus Plébánia Árpádházi Szent Erzsébet Katolikus Karitás csoportja jótékonysági délutánt rendezett. A látogató központ Koblenz termében megtartott kulturális eseményen közreműködött Tárkányi Roberta, Rezsőfi Lívia, Palánkai Tünde, Palánkai Hanna, Ulrich Attila, az olaszfalui Szivárvány Kamarakórus, a Zörög Néptánc Együttes és az Innergarden Akusztik Restás Gergő és Újvári László Lehel formációja. A rendezvény során felajánlott 234.000 forint összegű pénzadományt a rászoruló családok karácsonyi csomagjainak tartalmára és tűzifára fordítja a Caritas csoport. A gálán rögzített felvételünket műsorunk második felében láthatják. Most hétvégén, tehát november 25-én, 26-án, 27-én a Tesco áruházban gyűjt tartós élelmiszert a Szociális Szolgáltató Központ. Kérjük nézőinket, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák a kezdeményezést, ezzel is egy kicsit szebbé téve a rászorulók karácsonyát. A jövő évi pályázatokkal kapcsolatban tart konzultációs napot a Civil Információs Centrum november 29-én kedden 16 órától a Művelődési Házban. A részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött a civilházkukac@veszprémmegye.hu e-mail címen, illetve a 401-110-es számon jelezhetik részvételi szándékukat. Tisztelettel köszöntöm polgármester urat és az elmúlt heti testületi ülésről, illetve azt megelőzően tartott közmeghallgatásról szeretném kérdezni, hogy milyen témakörben tájékoztatták a lakosságot, voltak-e lakossági észrevetelek, illetve kérdések. És köszönöm szépen a lehetőséget, és tisztelettel köszöntöm a helyi televízió nézőit. Valóban ebben az évben már a második közmeghallgatásunkat tartottuk. Az első az kihelyezett közmeghallgatás volt májusban Kardoskrétán. A közmeghallgatásnak 3 napi rendje volt. Az első napi rend keretében Krof Miklós, a járási hivatal vezetője adott tájékoztatást a járási hivatal tevékenységével, ügyszámaik alakulásával kapcsolatban. Ehhez kapcsolódóan egyébként dr. Kovács Zoltán államtitkár úr, országgyűlési képviselők is jelen volt a közmeghallgatáson, aki az elhangzottakat kiegészítette a kormányzatnak azon elképzeléseivel, amely a járási hivatalok jövőbeli feladatainak átalakítását, kormányablak bővülő ügyintézési lehetőségeiről szóló tájékoztatást tartalmazta. Második napi rendként Kaszás Béla, a Városüzemeltetési Osztály vezetője tett eleget azon kötelezettségünknek, melynek keretében minden évben tájékoztatni kell a település lakosságát a település környezeti állapotával kapcsolatban. Itt úgy gondolom, hogy összességében el lehet mondani azt, hogy egyetlen területen sincsen különösebben panaszka okunk. Országos összehasonlításban is mondható az, hogy Zirc viszonylag jó környezeti állapottal rendelkezik, akár a környezetünkben lévő vizek állapotát, akár a levegő állapotát, akár a hulladékkezelést, akár a szennyvíz elvezetést, kezelést értjük alatta.
Ezt követően testületi ülésre került sor, ahol rendeletalkotással kezdődtek a napi rendek, mégpedig elsőként a temetőkről szóló rendeletet módosították, mivel miért kellett és milyen módosításokat hajtottak végre. Igen, gyakorlatilag a említett rendeletben határozzuk meg azokat a díjakat, amelyeket egyébként a temető használatával kapcsolatban fizetni kell. Ez a rendelet ilyen szempontból elég régen, talán 2009-ben került utoljára felülvizsgálatra. A rendelet módosításnak a tárgya ennek következtében az volt, hogy ezeket a díjakat kényszerültünk, mondjuk az, hogy véleményem szerint kisebb mértékben emelni. Csak hogy két példát említsek, a egyszemélyesi helynek a 25 éves megváltási díja az eddigi 8000 forintról 11200 forintra változott, ezek nettó árak, tehát erre éppen aktuális áfát, most a 27%-ot ezt kell számolni. Az egyszemélyes urna sírhely esetében pedig 5000 forintról 7000 forintra változott ez a díjtétel. Valamivel emelkedik a temetőben munkát végző szolgáltatóknak a fizetendő díja is, illetőleg azon szolgáltatások, ami adott esetben a ravattal, illetőleg a halott hűtő üzemeltetésével használatával kapcsolatosak. Mikortól lépnek életbe ezek a... Január 1-ével lépnek életbe ezek a változások. A következőben a helyi építési szabályzatról szóló rendeletet módosították, ezt is többször beszéltük már, hiszen ez egy folyamat volt, ami elindult valamikor, és most úgy tűnik már, hogy a végére érnek. Igen, a záró folyamat, vagy a záró lépés az mindig az, hogy egy folyamat lezárásaként a főépítési vélemény figyelembevételével a képviselőtestület meghozza ténylegesen a rendelet módosítási döntését, illetőleg határozatot fogad el ezzel kapcsolatban. Itt ez a folyamat gyakorlatilag 4 területet érintett jelen pillanatban. Önkormányzat tulajdonába került közelmúltban egy GIP 2-es besorolású terület, ez itt a Robix bekötő útjától balra lévő terület, egy 4,5 hektáros terület, aminek a jobb kialakíthatósága véget a GIP 1-es besorolású övezetbe tettük át. Ez azt jelenti egyébként, hogy 10.000 négyzetméteres telek, legkisebb telek méret helyett 3.000 négyzetméteres ipari területek alakíthatóak ki. A másik szintén önkormányzati céltól vezérelt módosítás volt itt a hosszú rét területének. Egy egységes, különleges sport és rendezvény területi övezeti besorolása, amely tanulmánytervekben meghatározott célok megvalósításához szükséges módosításokat tartalmazta. A harmadik fenn a kukorica földi területen egy LK4-es területnek LK6-os övezetbe történő sorolását jelentette, illetőleg a Bedeco Kft.-nek volt egy olyan kérelme, amely az általuk birtokolt területnek a jobb beépíthetőségét célozva a fejlesztési elképzeléseik megvalósítása érdekében a beépíthetőségi paraméterekkel változtassunk. Gyakorlatilag ezen döntések megszülettek, úgyhogy terendelt hatályba lépését követően ennek megfelelően hasznosíthatóak ezek a területek. A következőben az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről, szabályozásáról szóló rendeletet módosították. Ez nagyon régen volt már napi renden. Talán egy évvel ezelőtt foglalkoztunk vele utoljára. Akkor a képviselőtestület előtt egyébként több módosítási javaslat volt. A képviselőtestület azt a rendelet módosítást, egy tartalmi változás okán, amit nem tudott támogatni, elvetette. Ezzel együtt egyébként az a módosítás is lekerült a napirendről, ami most szintén előterjesztésben szerepelt. Ez pedig semmi más célt nem szolgál, csak az, hogy a rendeletben meghatározott szabályoknak a betarthatósága és a betartatása érdekében lehessen szankcionálni. Szankcionálási rendeletünk egyébként a közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendelet, ebbe a imént említett üzletek éjszakai nyitvatartására szóló rendeletbe ez a hivatkozás került be, tehát annak a rendeletnek a szellemében el lehet járni az esetlegesen szabályszegőkkel.
A következő napirend az ARB napirendet tartalmaz tulajdonképpen, az egyik az IRCI közös önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetésének a módosításáról szól, míg a B pontban az önkormányzat ugyanez évi költségvetésének a módosításáról. Melyik miért? Igen, ugye azért kell ezt a két témát egyébként egymástól függetlenül is megtárgyalni, mert a közös önkormányzati hivatal költségvetésének az elfogadásához és a módosításához a közös önkormányzati hivatal fenntartó önkormányzatok, tehát Zircen kívül Lókút és Borzavárnak a döntése is szükséges, és hogyha ezek megtörténtek, akkor a döntés értelmében tudja Zircváros önkormányzat a költségvetési rendeletében szerepeltetni ezeket a változásokat. Képviselőtestületünk mind a két előterjesztést elfogadta, ezek egyébként olyan technikai jellegű változtatások, módosítások átvezetését jelentette mind a hivatal költségvetése esetében, mint a város költségvetítése esetében, amelyekkel kapcsolatban korábbi testületüléseken már vagy kötelezettséget vállaltunk, vagy időközben kiközölt állami finanszírozásnak az átvezetése tette szükségesé a módosítást. A következő ugyan nem rendeled, de miután a költségvetéshez kapcsolódik, ezért feltételezem, hogy azért tárgyalták ebben a sorban, és korábban beszéltünk már róla, hogy az önkormányzat gondolkozik azon, hogy a 2017. évtől bérrendezést hajt végre, vagy megpróbál gondolkodni azon, hogy közalkalmazottak köztisztviselők esetében mit lehetne tenni. Hát ez már egy évvel ezelőtti történet egyébként, tehát már akkor elfogadott a képviselőtestület egy olyan irányt, egy olyan célt, ami a 2016 évi költségvetés függvényében, lehetőségeinek függvényében irányozta elő adott esetben a önkormányzati alkalmazottak, és hogyha egy ilyen gyűjtő csoportba tehetem a kollégákat, intézmény és hivatali munkatársakat, kedvezőbb helyzetbe hozta volna. 2016-ban ezt egyébként nem tudtuk megtenni, de nem vettük le a témát napirendről. Most a képviselőtestület elfogadott két rendeletet, ugyanis a köztisztviselők esetében rendeleti szinten lehet szabályozni a illetményükkel kapcsolatos kérdéseket, valamint egy határozati javaslatot, amely a rendelet hatálya alá nem tartozó munkavállalóknak, közalkalmazottaknak a bérét rendezni. Hozzá kell tennem, hogy mindegyik területen, ahol nem volt egyébként az elmúlt évek során kormányzati intézkedés következtében béremelkedés, vagy annak a mértéke nem ért el a 20%-ot, ott egységesen 20%-os, illetve 20%-a történő kiegészítésről döntött a képviselőtestület határozatában, úgy megfogalmazva, hogy a 2017 évi költségvetés lehetőségének függvényében, tehát igazából a költségvetés összeállítása során kell arra törekedni, hogy ennek a fedezetét biztosítani tudjuk. Annyi változás van, hogy itt a napokban ugye médiákban lehetett hallani, hogy a kormányzat célul tűzte ki a minimálbérnek következő évben 15%-os emelését, a szakmai bérminimumnak pedig a 25%-os emelését. Ezek olyan jelentős mértékű változások, úgy van a munkavállalók esetében, amelyek több esetben felül fogják írni az önkormányzati célt, tehát gyakorlatilag jobb helyzetbe kerülnek a kormányzati intézkedés által a munkatársak közül nagyon sokan, mint az önkormányzati intézkedés által. Akiket nem érint ilyen formában a minimálbér, illetve a szakmai bérminimumnak a emelkedése, ők számíthatnak arra, hogy ők az önkormányzati döntések értelmében tudnak majd a következő évben nagyobb jövedelemre szert tenni. Az egyik rendelet az a köztisztviselők esetében határozza meg gyakorlatilag a köztisztviselő alapilletményének a 20%-ával egy illetménykiegészítést. A második rendelet a hivatal osztályvezetői esetében határoz meg egy 10%-os vezetői pótlékot, és az említett harmadik határozat, hogy mindenki másra vonatkozik, aki ebben az előző két körben nem érintett. A határozati javaslatot tartalmazó döntést igénylő ügyek sorában a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó
jogszabályt, rendeletet módosították, illetve módosították-e? Nem módosítottuk, tehát a döntést igénylő ügyek keretében nem a rendelt alkotást átkőben tárgyaltuk ezt az előterjesztést. Ennek egyébként az az oka, hogy előterjesztőként azt a javaslatot fogalmaztam meg, hogy ne emeljük a lakásbérleti díjakat. Ennek egyébként van olyan oka is, hogy még pár évvel ezelőtt a összességében kb. 30-35-re tehető önkormányzati lakás esetében a túlnyomó többségében szociális alapú bérleti díj alapján laktak a lakók. Ez az idők során itt a jogosultságok felülvizsgálatra kerültek, és összességében jelen pillanatban 4-5 olyan lakás van, ahol szociális alapú bérleti díj alapján fizetnek az ott lakók, a többi lakásban pedig piaci alapú bérleti díjat fizet mindenki. Tehát voltak itt olyan átalakulások, amelyek egyébként a bérlőket nem feltétlen hozták kedvezőbb helyzetbe a fizetés szempontjából. Ezt a szempontot is figyelembe véve javasoltuk azt, hogy ne emeljünk most a díjakon. A helyi adókról szóló rendeletet módosították? A rendeletet nem módosítottuk, tehát itt is ugye az önkormányzat, hogy a lakások bérletéről szóló rendelet esetében is jogszabályi kötelezettségének tett azzal eleget, hogy napirendre tűztük ezt az előterjesztést is, de olyan határozatot fogadtunk el, amely gyakorlatilag a hatályos adótételeken nem változtat. A következőkben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására, kezelésére vonatkozóan a 2017. évi díjakról volt szó, módosítottak-e rajta, változottak? Nincs itt sem módosítás, itt a szolgáltató javaslata alapján képviselőtestület a hatályban lévő díjakat nem változtatja, tehát ugyanazt a díjat kell majd fizetni, amit az előző évben. Ez ugye azon ingatlanokra vonatkozik, ahol nincsen kiépítve a vezetékes szennyvízelvezetésnek a rendszere, tehát legjellemzőbb területakli városrész és az ott működő nagyobb szállodáknak a területe. A Vöröskereszt megyei szervezetével kötött ellátási szerződés volt a következő napi rend. Mit döntöttek? Igen, ez, ha jól emlékszem, általán harmadik éve oldjuk meg, vagy kötünk a Vöröskereszttel hajléktalanok ellátására, elszállásolására vonatkozóan szerződést. Az elmúlt években egyébként a szerződés keretében nem volt igény, nem volt szükséglet arra, hogy embereket elhelyezzünk. Gyakorlatilag változatlan tartalommal és feltételekkel tudtuk, vagy tudjuk megkötni ezt a szerződést a következő évre is a Vöröskereszttel. Ez a várpalotai szálláshelyükön átmeneti szállón történő elhelyezés lehetőséget biztosítja. Abban az esetben is egyébként, hogyha a kapacitások azt teljes egészében foglalt, akkor is vállalják ennek a szerződésnek a keretében, hogy az önkormányzat területéről jelentkező igény esetén legfeljebb két embert díjfizetés ellenében el tudnak helyezni. Ez a díjfizetés, ez, hogyha jól emlékszem, akkor éve szinten jelent ilyen 20 000 forintos tételt. Egyébként, hogyha van szabad kapacitásuk, akkor az nem jár díjfizetéssel. A következőkben a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárait véleményezték. Módosultak-e a körzethatárok? Nem változtak. Ez egy olyan megkeresés, amire gyakorlatilag testületi határozatban adunk választ. Az IEC esetében mondhatjuk, hogy olyan kedvező helyzetben vagyunk, hogy az IEC általános iskolák a beiskolázási területe az IEC-en lakó gyerekekkel kiterjed, tehát az IEC gyerekeknek nem kell más településre iskolába járni, gyakorlatilag erről szól az előterjesztés. A következőkben állásfoglalást kellett meghatározni, megfogalmazniuk a 3. Béla gimnázium intézményvezetői álláspályázatával kapcsolatban. Igen, az intézményt fenntartó szervezet részéről érkezett egy megkeresés. A jogszabály lehetőséget tesz arra, hogy az első ciklusát töltött intézményvezető esetében, amennyiben a tantestület minősített többséggel támogatja a további intézményvezetői tevékenységét, és a működtető önkormányzat véleménye is támogató, akkor gyakorlatilag lehetőség van arra, hogy újabb 5 évre vezetői megbízást kapjon. Képviselőtestület
szakmailag továbbra is alkalmasnak tartja a jelenlegi intézményvezetőt a feladatellátására, úgyhogy összességében támogató döntést hoztunk. A következő három napi rendi pont tulajdonképpen az IRC járási önkormányzati társuláshoz kapcsolódik, hiszen a társulási megállapodás 32-33-as számú módosításáról, és egy külön napi rendben pedig a családsegítés és gyermekjóléti központ szolgáltatási feladatainak az ellátásáról, a jövőbeni ellátásáról volt szó. Igen, ahogy egyébként a társulási megállapodás módosításának sorszáma is jelzi, 32-es és 33-as elég nagy jövés-menés volt itt a intézmény által ellátott feladatok keretében térség önkormányzatai részéről. Itt a 32-es módosítás esetében a házi segítségnyújtás feladatból történő kilépési szándékát jelezte Dudar és Bakonynán a önkormányzata, valamint Csetény jelezte egy nappali ellátási feladatba a belépési szándékát, fogyatékosok nappali ellátása tekintetében. Gyakorlatilag ez került a társulási megállapodásban elfogadásra, ugye ahhoz, hogy ez hatályos legyen, ez minden társult önkormányzat képviselőtestületének minősített többséggel meghozott döntése szükséges. A 33-as módosítás az egy olyan jogszabályi környezet miatt indult el, amely a gyermekjóléti központi feladatok ellátását 2017. január 1-től a járásszékhely település saját intézménye útján történő ellátásának keretében történhet csak. Ez eddig működhetett úgy is, hogy a társulás által fenntartott intézmény látta el ezt a feladatot. Elvileg 2017. január 1-től ez már nem működőképes. Azért mondom, hogy elvileg, mert a országgyűlés előtt van egy olyan módosítási indítvány, amely ezt a következő évre is lehetővé tenné. De tekintettel arra, hogy a döntés meghozatal az, amikor december első felére tehető, inkább úgy döntöttünk, hogy járunk tovább a korábban elindított úton, és a gyermekjóléti központi feladatokat, illetve a családsegítési feladatot átvesszük a társulástól, és az önkormányzat által létrehozott új önálló intézmény keretein belül látjuk majd ezt a feladatot. Az új intézmény létrehozásának egyébként más oka is van. 2017. január 1-től a gyermekétkeztetési feladatokat, amit most az önkormányzat lát el, ezt is intézményesíteni kell, és a új intézményt fogjuk ezzel a feladattal is megbízni, tehát így, hogyha úgy tetszik, akkor több indokunk és okunk is van arra, hogy az intézmény létrejöjjön és működjön január 1-től. Ezzel kapcsolatos döntés volt egyébként a előbb említett harmadik napirend keretében. A alapító okiratot fogadtuk el, illetőleg a munkavállalókkal kapcsolatos intézkedések létrehozásáról vagy megvalósításáról hoztunk döntéseket. A továbbiakban akkor ugyanazon a helyszínen fog működni egyébként a családsegítő gyermekjóléti központ? Igen, tehát társulás keretében is így Zircen a volt MHS épület, művelődési ház épülete, ifjúsági ház épülete, Alkotmány utcában található, mert gondolom mindenki tudja, hogy melyik épületről van szó, ez korábban is, hogy az önkormányzatunk tulajdonában volt, igaz, hogy ezeket a tereket a társulás keretében fenntartott intézmény használta, de gyakorlatilag a feladatellátásnak sem a helyszínen, sem a közleműködő munkatársak személyében nem lesz változás, más lesz a intézménynek, vagy ennek a feladatnak a fenntartója. Ebből úgy gondolom, hogy a igénybevevői oldalok nősebben nem fognak semmit sem észrevenni. A következőkben a belső ellenőrzési feladat ellátásra kötöttek szerződést, kivel kötöttek, és mennyi időre? Ugyanazzal a betéti társasággal, Tömpe és Társa betéti társasággal kötünk szerződést, akikkel jelen pillanatban is szerződéses jogviszonyban vagyunk. Képviselőtestület úgy döntött, hogy ajánlatukat az elkövetkező három évre elfogadja, ami éves szinten 300.000 forintos költséget jelent. Bankszámlahitelkeret szerződést is megújították, vagy ezzel kapcsolatos döntést hoztak. Kell-e hitel az önkormányzatnak?
A klasszikus értelembe vett folyószámla hitelkeretről van szó, aminek ugye az a célja, hogy évközben nem ugyanolyan ütemben érkeznek a nyugdíjas számlájára a bevételek, mint ahogy adott esetben a kiadásokat teljesíteni kell. Tehát ez egy likvid hitelkeret, amely ezeket az egyenlőtlenségeket hivatott kiegyenlíteni. Ennek a összege ebben az évben is 50 millió forintos volt, ebben az évben nem kellett belőle felhasználni, bízunk benne, hogy a következő évben sem kell, de akkor is ott van aranytartalékként, képviselőtestület elfogadta a javaslatot, tehát ugyanerre az összegre fogjuk megkötni a számlavezető pénzintézettel a szerződést. Tiszteletíró történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntést is megfogalmaztak. Igen, Szana Éva, a pénzügyi ellenőrző bizottság külső bizottsági tagja mondott le, egyébként mondhatjuk azt, hogy szokásához híven a tiszteletdíjáról, az Erdélyi Baráti Kör Egyesület javára, ez durván 140 ezer forintos támogatást jelent az Egyesületnek. A következőben új, eddig utcanévvel nem rendelkező területek utcanévvel történő ellátásáról volt szó, ami a központi címregiszter előírásai alapján kell, hogy megtörténjen. Megtörtént-e? Részben megtörtént. Tündérmajor városrész területén van két olyan utcánk, amelyek nagyon hasonló nevet viseltek, mint a kettő névtelen utca volt, tehát névvel nem rendelkeztek. A cél az az volt, hogy a jogszabályi környezetnek is eleget téve ezen közterületek elnevezésre kerüljenek. Ennek érdekében megkérdeztük a városrész lakóinak a véleményét, minden háztartásba jutatásra került egy szavazólap, ahol a hivatal által javasolt nevek mellett lehetőség volt arra is, hogy akár ott helyben megszülető javaslatot részesítsenek előnyben a városrész lakói. Az egyik közterület esetében azt lehet mondani, hogy egyértelmű javaslat született, és a jövőben Kápolna utcanevet fogja viselni. A másik közterület esetében pedig a Eszterház és a Valla családnevek voltak szoros versenyben egymással. Gyakorlatilag ez a közterület, ahol ez a verseny jó értelembe véve még nem dőlt el. A városrész lakóit majd egy újabb körben felkerüljük arra, hogy most akkor ebből a két névből próbáljanak, döntőbe jutott névből próbáljanak választani. Én valószínűleg tartom, hogy itt a testületi ülés volt a hozzám eljutott információk alapján a Valla nevet fogja viselni ez a közterület. Szóba került, illetve döntöttek megint arról, hogy a tanúszodát tovább működtetik-e? Nem egészen erről szólt az előterjesztés. Gyakorlatilag a közelmúltban jelent meg olyan pályázati lehetőség, amely tanúszodáknak a energetikai fejlesztésének a célját szolgálja. Azonban sajnos itt a kedvezményezetti körben az állam által fenntartott tanúszodák vannak bent, tehát önkormányzat tulajdonában lévő tanúszodánál. Ugyanakkor pedig a tanúszodánkról elmondható az, hogy éves szinten nem csak a működtetési költsége jelentős, de már vannak olyan felújítási feladatok, amelyeket szintén meg kellene valósítani. Ez az a kettős teher, aminek okán elkészült az előterjesztés, és a javaslat célja az az, hogy keressük meg az illetékes minisztériumokat egy olyan szándékkal, amely a tanúszodának a továbbiakban is tanúszoda célú működtetését szem előtt tartva, de állami vagyonkezelésbe vagy állami tulajdonba kerülésével járna együtt. Így a önkormányzat a imént említett terhek egy részét, hogyha úgy tetszik, akkor el tudna adni az állam részére. Egyébként az a tanúszoda építési program, amely azt célozza, hogy minden járásban legalább legyen egy tanúszoda, az elsősorban olyan járásokat érint az országban, ahol egyáltalán semmi nincsen, tehát abszolút zöldmezős beruházásokat céloznak meg. Azok a tanúszodák eleve állami tulajdonba kerülnek, és az állam egyik szervezete végzi azoknak a létesítményeknek a fenntartását, működtetését az elképzelések szerint. Tehát ennek analógiájára is gondoljuk azt, hogy meg kellene próbálni ezen az úton járni. A következőkben a zsidó temetővel kapcsolatos kérelemről tárgyaltak, illetve hoztak döntést.
Igen, a magyarországi ortodox zsidó hitközség részéről érkezett egy megkeresés, ami a zsidó temetőnek a tulajdonba vételére vonatkozik. A temetők azok alapesetben önkormányzati rendeletek szintjén elidegeníthetetlen törzsvagyon kategóriájába tartoznak. Tehát ahhoz, hogy ennek a kérésnek eleget lehessen tenni, ahhoz első körben mindenféleképpen rendelt módosításra lett volna szükség. De tekintettel arra, hogy a zsidó temetőnek a felújítására pár évvel ezelőtt az önkormányzat azért jelentős forrásokat fordított, és a felújításba a Mazsi Hisz vett részt, ők biztosítottak szakembert a síremlékeknek helyreállítására, restaurálására vonatkozóan. Ezért megkérdeztük a ő véleményüket is erről a kérdésről. Az ő javaslatuk az az, hogy a továbbiakban is a önkormányzattal együttműködésbe gondoskodjunk a temetőnek a fenntartásáról. Tehát az ő véleményüket is figyelembe véve a képviselőtestület úgy döntött, hogy nem adja át a temetőnek a tulajdonjogát. A Bakony Vasút Szövetség kereste meg az önkormányzatot a Győr-Veszprém vasútvonal járműcsere támogatásával kapcsolatosan. Ez miről szól ez a... Ez egy elvi támogató határozat, amit a képviselőtestület elfogadott. Ennek az egésznek az lenne a célja, hogy a szövetség felfigyelt arra a lehetősége, amely abból adódik, hogy a Gyesev szeretné értékesíteni a következő években a Jenbacher típusú motorkocsijait. Ezek jó állapotban lévő, még akár évtizedekig működőképes járművek, amelyeknek egyébként a befogadó kapacitása, a komfortfokozata sokkal jobb, mint a jelen pillanatban a vasútvonalon rendszeresen közlekedő BZ motoros szerelvényeké. Üzemeltetési fenntartási költsége az pedig kedvezőbb, mint azon mozdony, dízelmozdony által vontatott szerelvényeké, amelyek szintén gyakran láthatóak a vasútvonalon. Tehát a Jenbacherek azok egy ilyen aranyközéputas megoldást tudnának jelenteni, akkor is, amikor forgalomszegényebbek, amikor forgalma terheltebb a vasútvonal. Ezek keresték meg a vonal mentén érintett önkormányzatokat, hogy a MÁV irányában elindított folyamatot egy testületi határozattal erősítsük meg. A következő napirendben egy ingatlan vásárlási kérelemről döntöttek. Hasonlóképpen, hogy a zsidó temető esetében itt is a képviselő testület elutasította az ingatlan vételére, eladására vonatkozó kérelmet. Itt fenn a Kukoricaföldön egy zöld területről van szó, amely lakó blokkokat ölel körbe. Ez a zöld terület, ez szintén a elidegeníthetetlen vagyon kategóriájába tartozik önkormányzati rendelet szintjén. Képviselőtestület nem támogatta ennek a területnek a értékesítését sem. A közvilágítás aktív elem karbantartási szerződéséről is tárgyaltak, illetve döntöttek. Így van, ez egy olyan szolgáltatás, amely által biztosította az, hogy amennyiben mondjuk egy adott utcában meghibásodik egy lámpatest, kiég benne a fényforrás, akkor a szerződésben meghatározott időtartamon belül a szerződött félnek a kijavítására köteles. Ez a szerződésünk, ez most év végével a hatályban lévő szerződés az lejárt, tehát a következő évekre vonatkozóan kértünk be ajánlatokat. A fényforrás Kft.-nek az ajánlatát fogadtuk el az elkövetkező 4 évre, amelynek a költsége durván 1710-valány forint nettó költséget jelent éves szinten lámpatestenként. Zircen egyébként valamivel több mint 900 lámpatest található, tehát ez durván olyan 1 millió 600-700 ezer forintos nettó költséget jelent éves szinten. A 215/1-es helyrajzi számú ingatlanra érkezett be csere javaslati kérelem. Mit döntöttek róla? Ez egy elvi állásfoglalás, ugyanis a cserének akkor nyílhat meg ténylegesen az alapja, hogyha a kérelmező tulajdonába kerülnek azok a területek, amit egyébként az előterjesztésben vagy a megkeresésében megjelölt. A
215 per egyes helyrajzi számú Kardoskét határában található általa hosszú távú szerződéssel művelt önkormányzati ingatlan gyakorlatilag a megkeresésnek a tárgya. Az ott folytatott gazdasági tevékenységéhez kapcsolódóan biztosabbnak látna a történetet, hogyha a terület a tulajdonába kerülhetne, és cseréingatlanként pedig a szintén Kardoskét határában, de itt, ahogy Kardoskét irányában megyünk, a 82-estől jobbra lévő belterület határához közel lévő ingatlanokat jelölte meg csere alapként. Ezen ingatlanok közül egyébként van olyan, ami a önkormányzat által megterveztetett kerékpárútnak a nyomvonalát is érinti. Képviselőtestülete elfogadta a határozati javaslatot, amely gyakorlatilag megnyitja a lehetőséget annak, hogyha tényleg itt a tulajdonviszonyok, hogyha rendeződtek, akkor a csere az majd megtörténhessen. Tavaly nagy sikere volt a Rákóczi téri műjégpályának, és az idén is tárgyaltak erről, lesz az idén műjégpálya? Annyit pontosítanék, hogy tavaly műanyag pálya, vagy jégpálya volt, tehát nem egy mesterségesen előállított fagyott felület, hanem műanyag felület, ami jó siklási tulajdonságokkal rendelkezik. De igazából a korcsolyázás szerelmesei számára nem biztos, hogy azt az élményt jelentette, mint amit egyébként egy jeges felületen történő csúszkálás adhat. Gyakorlatilag az előterjesztésben két alternatíva szerepelt, az egyik a tavalyi pályának a bérlete, a másik az pedig műjégpályára is kértünk be ajánlatokat, és ott a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel kötünk végül is szerződést. Úgyhogy ebben az évben ez azt jelenti, hogy arra való tekintettel is egyébként, hogy ezek a műjégpályák, ezek általában szezonáron vehetők bérbe, tehát gyakorlatilag a bérleti díj nagyságára jelentősen nincs ebbe befolyásol az, hogy most egy hónap, vagy három hónap, vagy négy hónapig akarja azt valaki üzemeltetni. Ezért úgy döntöttünk, hogy itt december elejétől várhatom, ez december 6-át jelenti, egészen február végéig várni ez a sportolási lehetőség a Rákóczi téren a igénybevevőket. Tekintettel arra, hogy ennek azért jóval jelentősebb költsége van, mint a műanyag pályának, az durván olyan 1 millió forint lett volna egy hónapra, ez 3 hónapra 3 millió 800 ezer forint plusz áfás költséget jelent, úgyhogy itt a pálya használatáért is kell majd igénybevételi díjat fizetni, de itt a korcsolya kölcsönzést végző vállalkozással végül sikerült olyan kedvező díjakat kikalkulálnunk, hogyha korcsolya kölcsönzést is feltételezünk, akkor nem kerül többe a jeges pálya, mint amiben egyébként a műanyag pályának a használata került volna. Ennek egyébként az is oka, hogy a műanyag pálya az pillanatok alatt megeszi a korcsolyának a élét, minden kölcsönzés után gyakorlatilag újraélezni kellett a korcsolyát a tavalyi évben. Ez egyértelmű, hogy a korcsolyáknak a pörgési sebességét is lelassította, a köszörükrejét azt meg folyamatosan növelte. Tehát a tavalyi tapasztalat az az volt, hogy egy műjégpálya mellett egy ilyen speciális korcsolyaélező korong, az egy szezonra elég szokott lenni, tavaly abból 4 elfogyott. 60 korcsolyának a egy negyede az teljes egészében tönkrement, ami cseréretté vált. Tehát így a közreműködő vállalkozó sokkal kedvezőbb díjakat tudott kalkulálni a műjégpályára. Így összességében azt lehet mondani, hogy gondolom nagyon kedvező feltételekkel lehet majd igénybe venni a pályát. A célunk az az, hogy amikor tanítási időszak van, a helyi oktatási intézmények számára biztosítsuk tanítási órák keretében a pálya használatba vételi lehetőségét. Ez gyakorlatilag, hogyha az általános iskolának a tanítási rendjét veszük, akkor 3-4-8-tól 14 óra 5 percig tartó összesen 7 tanóra keretében történő igénybevételt jelenteni. Itt egy-egy tanóra esetében fizetendő díj pedig gyermekenként, ha a korcsolyát is kölcsönöznek, akkor 150 forint a korcsolya kölcsönzés és 150 forint a pálya használati díj. Hogyha valaki tudja hozni a saját korcsolyáját, akkor pedig 150 forintba fog kerülni a pálya használata. Tehát összességében beszélhetünk legfeljebb 300 forintos költségről, ami úgy gondolom egyébként, hogy a megyében működő pályák díjaival összehasonlítva is kedvező. A délutáni időszakban több ilyen kétórás turnusban biztosítanánk a korcsolyázás lehetőségét.
ugye tavaly a korcsolyáknak óránkénti kölcsönzési díja volt, most a turnushoz igazítottan két órás kölcsönzési díjról beszélünk, és két órás pályahasználati díjról beszélünk. A korcsolya kölcsönzés két órára az 400 forint lesz, tavaly egyébként 350 forint volt egy órára, és ehhez kapcsolódik a 400 forintos pályahasználati díj, tehát összességében 800 forintot tesz ki egy két órás korcsolyázás lehetősége, kölcsönzéssel, pályahasználattal, mindennel együtt. A helyi járati közlekedés önkormányzati működtetési lehetőségéről is tárgyaltak. Az előző alkalommal, amikor beszélgettünk, akkor szóba került, hogy viszonylag többbe kerül most a helyi önkormányzati közlekedés, mint amit korábban kellett fizetni. Ezért is gondolkodnak abban, hogy helyileg oldják meg? Igen, tehát a szolgáltató társasággal most évvégével jár le a szolgáltatói szerződésünk. A következő időszaka úgy döntött a képviselőtestület, hogy egy éves pályázatot ír ki. Ennek szerintem most itt a decemberi testületi ülésre lesz majd eredmény, és akkor tudunk majd döntést hozni. A következő év vonatkozásában maga az előterjesztés az arról szól, hogy 2018-szól hogyan képzelnénk el a helyi járati közlekedésnek a működtetését. Itt is két alternatívát vázoltunk fel. Az egyik az egy hosszabb futamidejű pályáztatásos rendszerbe külső szolgáltatónak a bevonása, a másik variáció pedig a Városüzemeltetési Gazdasági Társaságunknak a feladatellátására való felkészítését követően általuk történő feladatellátást jelenteni. Itt összességében úgy gondoljuk, hogy nem veszít vele semmit sem az önkormányzat, hogyha az utóbbi megoldást kipróbáljuk, és bízunk benne, hogy az előzetes számítások alapján feltételezett kedvezőbb költségvonzattal tudjuk majd saját magunk működtetni ezt a feladatot. Tehát azért azt látni kell, hogy Zirc az egy ebből a szempontból szolgáltatás jellegét tekintve egy kis település, és ugyanakkor pedig folyamatos ráfordítást igényel a szolgáltató részéről, hogy a saját erőforrással tudjuk megoldani ezt a feladatot, akkor az is elképzelhető, hogy a feladat ellátásába bevont szakemberek, közreműködő, gondolok itt a gépkocsi vezetőkkel, nekik a munkaidők megosztásával, adott esetben más feladatok ellátására is megbízhatóak, és ebből mindenféleképpen egyfajta megtakarítás eredményezhet. A következő két napi rendben önkormányzati ingatlanok a bérmunkaszerződés felülvizsgálatáról volt szó. Az egyik Akliban, a másik pedig Zircen. Igen, ezek is olyan előterjesztések, amelyek így évvége táján rendszeresen visszaköszönnek. Olyan önkormányzati területekről van szó, amelyeknek ugye megműveléséről gondoskodnunk kell, és itt sok évvel ezelőtt alakultak ki azok az együttműködések, amelyek gyakorlatilag arról szólnak, hogy egy ilyen bérmunkaszerződés keretében a szerződött partner gondoskodik a terület normál kultúrállapotban való tartásáról. Ennek következtében ugye ő használja a területet, ami adott esetben egy takli határában lévő területek esetében legeltetési lehetőséget jelent. A másik terület az Zircen, a szakképző iskola alatti terület, ahol pedig a levágott zöld anyagnak a hasznosítása révén fizetődik ki, úgymond a közreműködőnek a bérmunka díja. Ugyan a konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó ügyek sorában szerepel, de mégis határozatot hoztak róla, illetve beemelték a határozati döntést igénylő ügyek közé. Az Érc első András szoborral kapcsolatos döntést. Ez miről szól ez a döntés? Igen, korábban volt a képviselőtestületnek egy olyan elképzelése, hogy a Arborétumban található első András szobrot Kafai Béla szobrászművész alkotását esetlegesen áthelyezni a első András nevét viselő térre. Ezzel kapcsolatban hivatal munkatársai megkeresték az illetékeseket, itt a szerző jogból szóló jogszabályi környezet kötelezővé teszi az, hogy a műalkotás alkotójának a véleményét figyelembe véve hozható ilyen döntés.
szobrászművész nem támogatja ezt az elképzelést. Ugyanakkor a megkeresés kapcsán felajánlotta azt, hogy egy plasztikát készítene egy kő alapzatra az első András térre, úgyhogy gyakorlatilag anyagköltséget kellene csak az önkormányzatnak állnia. Tájékoztató keretéből azért került át döntéstigényű ügyek keretébe ez az előterjesztés, mert a képviselőtestület elfogadott egy határozatot, amely gyakorlatilag arról szól, hogy kérünk a művésztől konkrét árajánlatot az adott műalkotásnak az elkészítésére vonatkozóan. Az egyéb ügyek között a központi orvosi ügyelet feladatainak ellátását célzó közbeszerzési eljárás során kellett döntést hozniuk. Miről szól ez a döntés? Igen, központi orvosi ügyeleti feladatokat is az ECI járás önkormányzati társulás keretén belül látja el a járáshoz tartozó 15 település. Ugye olyan feladatról van szó, amely az önkormányzatoknak a kötelező feladata. Ugyanakkor jellegéből adódóan az a cél, hogy minél több, minél nagyobb lakosságszámot átfogó terület tudjon egy szolgáltatói egység által lefedetten működni. Ugyanis itt lakosságszámtól függően vannak meghatározva azok a szakmai feltételek, amely adott esetben a ügyeleti ellátásba bevonandó munkatársok, orvosok, asszisztensegélyek, kocsivezetők számát is meghatározza. Tehát vannak jellemzően olyan fix költségek, amely nagyon határok között független az ellátott lakosságszámtól. Ugyanakkor, ami nagyon szorosan függ a lakosságszámtól, az az OEP finanszírozás, mert ezt a lakosságszám arányosan kapják a települések, illetve adott esetben a feladatot ellátó társulási intézmény. Itt Zirc térségében hát most már sajnos 20 ezer alatt van a lakosság létszám, ez nagyon kevés ahhoz, hogy a önkormányzatoknak ne kelljen jelentős forrásokat biztosítani az állami finanszírozás mellé a feladatellátáshoz. Igazából talán ezek azok a finanszírozási kérdések, amelyek arra indították a társult önkormányzatokat, hogy próbáljuk meg közbeszerzés keretében megversenyeztetni a piacot, hogy esetlegesen külső szolgáltató tudja kedvezőbb feltételekkel ezt a feladatot ellátni. Tekintettel arra, hogy az imént említettem, az a feladat az önkormányzatok számára kötelező feladat, így nem csak a társulásnak kellett megtárgyalni az ezzel kapcsolatos ajánlattételi felhívást és dokumentációt, hanem a képviselőtestületek is mindegyike döntéshozat témában, gyakorlatilag az előterjesztés keretében az Észváros önkormányzat képviselőtestülete elfogadta az ezzel kapcsolatos dokumentációt. Itt, hogyha a közbeszerzés eredményes lesz, akkor mostani meglátásunk szerint következő évben április 1-jével tudja az új szolgáltató ellátni ezt a feladatot. A tájékoztatók sorában az F-épület, az általános iskola F-épületének a vizes blokk felújítását is megtárgyalták, meghallgatták, hogy sikerült ez, mennyibe került tulajdonképpen a felújítás. Igen, gyakorlatilag előzetes számítások alapján durván olyan 4,6 millió forintra becsülték a hivatal munkatársai a felújításnak a költségét. Ez annak ellenére, hogy plusz műszaki tartalom megvalósítására is soha került, mert a WC-ket elválasztó válaszfalak annyira labilis állapotúak voltak, úgyhogy az előzetes tervekhez képest azt is el kellett bontani, és egy ilyen könnyű szerkezetes kabinos felépítmény került a falak helyére, aminek oltatlan is volt, ha jól emlékszem, akkor durván olyan 500 000 forintos többletköltsége. Így is elmondható, hogy összességében kevesebb pénzügyi ráfordítást igényel durván olyan 4 100 000 forint körüli összeget. A beruházás megvalósítása, amiben igen jelentős szerepe volt azoknak a felajánlásoknak, munkajellegű anyag támogatás felajánlásoknak, amelyek itt a megvalósítást segítették. Én ezután is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki munkával, anyaggal, pénzügyi támogatással a felújítás megvalósítását elősegítette.
úgy gondolom, hogy nagyon széleskörű összefogásról adott tanúbizonyságot ez a közös cél is, és ennek a megvalósulása is, hogy erre partnerek az érciek, a vállalkozók és az állampolgárok is, hiszen ha belegondolunk, akkor a KTS udvarban a nyár folyamán megvalósított nagy sikerű útszabály rendezvényének a bevétel is ezt a célt szolgálta, és ott azért nagyon sok ember megfordult, aki kisebb-nagyobb felajánlása támogatta ezt a célt. Adventi koszorú készítéssel kezdődött az Érciek Adventje program sorozat. Szerda délután a könyvtár klubtermébe várta Pék László az alkotni vágyókat, akik elkészíthették a karácsonyi hangulat egyik kellékét. Intézményünk munkatársai és Szurgyi Zsuzsanna közreműködésével ugyancsak elkészült a város nagy adventi koszorúja, ami hagyományosan az apátság előtti zöld területet díszíti. Ebben az évben is ünnepi ruhába öltözik városunk, ahogy közeleg az advent, úgy egyre több látványelem járul majd hozzá Zirc karácsonyi hangulatához. Kérjük, idén is támogassák intézményünk kezdeményezését arany vagy ezüst színű díszekkel, melyeket hozzanak magukkal 16:30-ra a Diák Fórumnál kezdődő ünnepváró eseményre. 16 órától az Orlandó Énekegyüttes vár minden érdeklődőt a Gobelin teremben, majd 17:30-tól együtt gyújthatjuk meg az első gyertyát az apátság előtt felállított adventi óriás koszorúnál. Vecsei Katalin református egyház lelkésze mondja el karácsonyi gondolatait, majd a pápai református teológia egykori növendékei, Balogh Beáta és Szaturi György adnak ünnepi műsort. Jövő szombaton, tehát december 3-án 16 órától Áprili Géza előadó művész várja a gyerekeket a Gobelin terembe, ezt követően a 17 óra 15-kor kezdődő gyertyagyújtáson az általános iskola 3. B-osztálya ad ünnepi műsort, mely után Huszár G. Lőrinc plébános gondolatait hallhatják. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött most ezen a délutáni érdekes alkalmunkon. Kedves vendégeink érkeztek tegnap Oroszország területéről. Nem mondom, hogy elmenekültek a mínusz 38 fokból, csak megjegyzem, hogy mínusz 38 fok van náluk otthon. Egy nagyon sikeres délelőttön vagyunk túl, reggel 8-tól délután 2-ig folyamatosan iskolai csoportok voltak itt, és úgy tűnt, hogy nagyon jól érezték magukat, remélem nem cáfolnak rám a lányok. Úgyhogy engedjék meg, hogy mindenek előtt bemutassam vendégeinket messzi északról. Tatjana Tihonovna Baráhovát, aki az oroszországi Finnugor Népek Kulturális Központjának a vezetője, és számos projektet szerveznek, az ő szervezésük például a két kiállítás, amikről ő fog beszélni, és én majd tolmácsolok. Szeretettel köszöntjük Pavel Lanovojt, aki a Szalehárdi, a Jamal-Nyenyec Autonóm Körzet adminisztrációjában, tehát az önkormányzaton dolgozik, a Nemzetközi Kapcsolatok osztályát vezeti, és ő kíséri Hanti énekesünket, Valentin Valgámovot, aki tulajdonképpen a koncertet fogja adni. A mi szívünknek családilag külön öröm, hogy ő a szomszédfaluból származik, mint a férjem, tehát, hogy nekünk közeli ismerősünk. Énekelni én is ma délelőtt hallottam viszont először, mert találkozni már találkoztunk. Ő tulajdonképpen egy folklor együttesben énekes, népzenész, táncosként dolgozik, úgyhogy most délelőtt már láthattuk a produkcióját. Úgyhogy a mai délután körülbelül abból állna a továbbiakban, hogy a két kiállításról mesél nekünk Tatjana Tihonovna, hogy mit kell róla tudni, hogyan, milyen értő szemmel érdemes nézni. És a fő motívum a medveünnep lesz, ugye a fekete fehér kiállítás egy medveünnepről szól, és az énekek, táncok jelentős része is a medveünneppel lesz összeköttetésben. Yeah.
Jó napot kívánok! Nagy örömmel köszöntöm, nagy megtiszteltetés, hogy köszönhetem itt önöket az Oroszországi Finnugor Kulturális Központ nevében és az Orosz Kézműves Alkotóházak nevében. Szimbolikus, что наше мероприятие... Nagyon szimbolikus értékű dolog, hogy a múzeum is ugye egyrészt regulianta a múzeum, másrészt pedig ugye népművészeti alkotóház. Egy hosszú együttműködés tulajdonképpen Oroszország és Magyarország között a finnugor kulturális kapcsolatok terén. A jamali kollégáinkkal együtt ugye elhoztunk a kulturális értékeket ebből a rideg-hideg vidékről, ahonnan érkeztek. A szíveren, величественном регионе нашей страны. Be tudják mutatni a Hanti és a Manshi népnek a kultúráját, ugye itt az északi körülmények között laknak. Regionom. És a két fotókiállítást is magukkal tudtak hozni. A művészi fotók egy Nikolaj Kurács nevezető fotóművésznek az alkotásai, aki elsősorban a hagyományos életformát mutatja be. Ezek a fényképek, ugye az előbb említettem, hogy a Jamal-Nyenyec autonóm körzet egészen az északi sarkörnél van, ugye a Hantik két nagy adminisztratív területen élnek, a Jamal-Nyenyec autonóm körzetben és a Hanti-Manshi autonóm körzetben, ami délebbre van, és ugye ami a Hantik és a Manshik nevét is viseli, a fényképek a Hanti-Manshi autonóm körzethez köthetőek, ott tevékenykedik az alkotó. Ha megnézitek ezeket a fényképeket, akkor csupa őszinte, érdekes arcot látom, a Hantik és a Manshik természeti környezetét és mindennapjait. Bjugria. Akik ugye ezt a területet, én a plakátokon Jugóriának írtam, ez a történeti neve, ugye most az oroszok Jugraként. Második fotósorozat, az pedig a Hantik és a másik egyik hagyományosan központi jelentőségű ünnepét, a medve ünnepet mutatja be. Ez egy óriási szakrális jelentőségű ünnep a Hantik és a másik. Mint védik le egyik narodov, ez священne. Tehát, hogy a medve az ugye szent tisztelet övezi. Ugye a medve ünnep tulajdonképpen egy ilyen teljes palettáját bemutatja a folklórnak, hiszen énekek, táncok, folkloralkotások, ugye a tárgyi kultúra is megjelenik benne, és a természetesen a hangszerek is, amikről ma sok szó lesz. És egy nagy örömmel számomra, hogy az intézményünk már 10 éve tud ilyen hasonló programokat szervezni, és hát ugye a finnugor népek együttműködése az nagyon hosszú múltra, és hát új emberek kerülnek mindig ebbe a szerveződésbe, új ötletek, új tervek. A mi találkozásunk is egy ilyen finnugor eseményen történt, idén nyáron, ugye júniusban volt Lahtiban a finnugor népek 7. világkongresszusa, ahol talán annak idején beszámoltam többeknek, hogy én is részt vettem a magyar delegációban, ugye neked a vezető Jáder János köztársasági elnök úr volt, ő is mondott beszédet, ez egy ilyen kulturális politikai jellegű finnugor szerveződés, és minden ország, minden nép képviseli magát, úgyhogy Lahtiban ismerkedtünk meg, ahol én is a múzeum tevékenységéről tudtam beszámolni. Ő se gondolt, hogy ebből ilyen gyorsan tud is lenni valami, úgyhogy ez egy szerencsés egyesés. Ugye szeretném megköszönni azt is, hogy ez látnunk kell, hogy ők ugyan hozzánk együtt érkeztek hárman, de két külön területről, két külön intézményről, ez egy országos intézmény, amit Tatjana vezet, és hogy ez nekik is egy országon belüli együttműködés eredménye a Jamal-Nyenyec autonóm körzetnek, az önkormányzatából különböző osztályok együttműködés, hogy a kultúra, a kisebbségi politika osztálynak az együttműködése, az, hogy itt lehetnek ebben a felállásban. Я вам желаю приятного просмотра. Tehát, hogy kellemes kiállítás, megtekintés kíván mindenkinek. И радостных впечатлений от сегодняшней встречи, от творческой программы, которую мы вам сегодня представляем. És reméli, hogy jó benyomásai lesznek a közönségnek a mai programról. Хорошего вечера. Спасибо. Спасибо. Адакиев шунтио танкайо иио Кодом пушпок вагнантов кен Ход карна паиио Наман юты кримем Наман вочни кримем Иио, иио Адакиев шунтио Аио диям Ищио, иио Урт шуктам шуком югат Наман вочни кримем Наман юты
Ajándékozni öröm. A következő percekben Kósnéstól Ilona írását hallhatják. Amikor az elmúlt hónapban közzétettük felhívásunkat adománygyűjtésre, melyet a kárpátaljai Dercen óvodásainak és kisiskolásainak mikulásnapi ajándéknak szántunk, álmunkban sem gondoltuk, hogy több tonnányi játékot, könyvet, ruhát, cipőt, videókazettát és felsorolni nem lehet, mi mindent kaptunk a város négy pontján, Benedek Elek óvoda, Reguli iskola alsó és felső épülete és a művelődési ház, kihelyezett gyűjtődobozokban és a református egyháznál összegyűjtött csomagokban. Zirc lakossága, különösen a kisgyermekes szülők és persze maguk a gyerekek, ismételten példát mutatott segítőkészségből, jó szándékból, tenni akarásból. Eleinte féltünk egy kicsit, hogy így évvége felé, karácsony közelettével mennyire tudjuk megszólítani a gyermekes családokat az önzetlen adakozásra, de utólag belátjuk, rengetegen éltek az ajándékozás nyújtotta élmény és öröm megszerzésének lehetőségével. És nem találtunk a dobozokban haszontalan vagy használhatatlan dolgokat, a használt ruhákat szépen rendbe rakva, összehajtogatva, becsomagolva találtuk, a játékok tiszták voltak, a könyvek, kifestők, ceruzák, ecsetek külön voltak, szóval nekünk is öröm volt célzottan dobozolni. És sokan vásároltak ruhaneműt, mesekönyvet, kifestőt, szaloncukrot, csokoládét, csak azért, hogy adhassanak. Hetente mentünk és ürítettük a gyűjtődobozokat, majd szortíroztunk, dobozoltunk, zsákokba tettük a begyűjtött adományokat. Még szerencse, hogy éváig felajánlották a garázsukat, ott tárolhattuk az útra kés csomagokat. November közepére a garázs színültig telt adománnyal. A gyűjtés ideje alatt folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a derceniekkel, de arra ők sem számítottak, hogy egy kamionnyi ajándékot kapnak. Persze, amikor az adomány szállításáról beszélgettünk először, azt gondoltuk, hogy kis busszal, terepjáróval elvisszük majd a határig, ott átadjuk a dercenieknek. Amikor viszont fél időben láttuk az adományok mennyiségét, kezdtünk volna kétségbe esni, de arra már nem volt idő, mert újabb, hatalmas felajánlás érkezett. Turi Ferenc vállalkozó felajánlotta, hogy az ajándékok mennyiségétől függően kis teherautóval vagy a kamionjával elviszi azokat a megjelölt helyre, ahonnan majd tovább viszik Dercenbe. November 16-án begyűjtöttük a dobozokat, mindenhonnan elhoztuk az adományokat, és szinte egész nap csomagoltunk, pakoltunk. November 18-án este megérkezett a kamion, Turi Ferenc előrelátásának köszönhetően viszonylag gyorsan raklapokra raktuk a csomagokat, majd praktikusan körbefóliázta a feltornyozott dobozokat, zsákokat, hogy ne dőljenek össze. 10 raklapot pakoltunk tele ajándékokkal. Másnap, szombaton hajnalban 2,6 tonna rakománnyal útnak indultak Nyíregyházára, ahol egy telephelyen lerakták az adományokat. Innen szállítják majd Dercenbe a csomagokat, hogy Mikulás napján meglepetést szerezzenek a gyerekeknek. Szívesen invitáltak bennünket is az átadási ünnepségre, de most itthon van, lesz dolgunk. Az írciek nagyon sok mindent adtak nekünk, hogy továbbadhassuk azokat a nehezebb körülmények között élő kárpátaljaiaknak. Ezért mi, az erdélyi baráti kör tagjai is szeretnénk adni az írcieknek, mégpedig kürtös kalácsot, finom teát, forralt bort a városi karácsonyi ünnepségen. Ezzel is szeretnénk megköszönni önzetlenségüket, segítőkészségüket. Önök nem is tudják, mekkora öröm számunkra ez a fajta összefogás, a sok névtelen jótevő együttműködése velünk. Mert jót tenni könnyű, ha sokan segítenek. Egy díjnyertes előadást láthatnak ma a diákok a 3. Béla gimnáziumban, melynek címe a Gyáva. Scherer Péter rendezőt kérdezem, hogy mióta járják az ország középiskoláit ezzel a darabbal, illetve hogyan jött az ötlet, hogy ezt az osztálytermi színházat megcsinálják? Ez az előadás, én hozzám jelen pillanatban színészként és rendezőként 7 ifjúsági előadás kötődik, ami mindegyik utazik iskolákba, és ez ment a legtöbbet az összes közül. 2010 elején
mutattuk be, vagy 2010-ben, mindegy, valahogy így, tehát durván 6 éve, és több mint 280-szor játszottuk csak ezt. Sokat járunk vele, hát a díjnyertes, nagyon örülök neki, nem tudom, van Magyarországon két ilyen ifjúsági fesztivál, az egyik Kaposváron két évent, a másik a Marcibányi téren, és ez mind a kettőn kapott fődíjat, ami tényleg egy nagyszerű dolog. Igazából az igazi díj az szerintem, hogy mi úgy látjuk, hogy ezt igenis érdemes volt megcsinálni, mert ha valahol eljátszuk, akkor legtöbbször azon kezdenek el gondolkozni, hogy lehetne ezt ide újra visszahívni másik osztálynak, vagy másik osztályoknak. És a diákok folyamatosan cserélődnek, tehát ilyen módon még csak az sincs, hogy ebben a suliban már voltunk, ide többet nem jövünk, hanem simán két év múlva el lehet hozni. Az ötlet az úgy jött, hogy Gyulai Eszter dramaturg kollégám, barátom, miután én már játszottam a Klam háborúja című monodrámámat, ami egy tanár szétesésének a történet, és egy igazi osztályterem színházi előadás a Kolibrivel, azt mondta, hogy te annyira benne vagy ebbe, jársz a sulikban, minden, hogy jó lenne valamit drog témában csinálni, de azt lehet, hogy nekünk kéne megírni, kifejleszteni magát a szöveget is, mert ő nem talált olyan jellegű darabot, amit így egyszerűen fél óra előkészülettel el lehetne játszani. És akkor megtaláltuk Kovács Krisztiánt, aki a heroinista fiút játsza, mi régi barátok vagyunk, és rájöttünk, hogy ezt ővele kell megcsinálni, és tulajdonképpen improvizációkból, szakkönyvek olvasásából, inspirációkból, különböző drogosokkal készült riportokat néztünk, és van egy szakértőnk is, Surányi Judit, aki a Tűcsere programban dolgozott több mint 10 évet. Ezekből tulajdonképpen összeállítottuk, összejött ez a darab, aminek nagyon büszke vagyok, mert most megjelent egy kortárs dráma kötet, amiben ezt kiadták, tehát vannak bizonyos színházi szakemberek, akik ezt kortárs drámának tartják, és mi erre nagyon büszkék vagyunk, mert ez egy jó dolog. A kutya nem fogja elolvasni ezt a könyvet, de nem baj, ez már csak ilyen. Tulajdonképpen szerintem elmondtam ezt, mi nagyon szeretjük, minden előadáshoz visszük a Juditot, az addiktológiai konzultáns szakértőnket, és minden előadás után van beszélgetés. Ezek az előadásaink egyébként a Thália Színházban, a Kolibriben és a Katona József Színháznak a kis játszóhelyein Budapesten mindegyik látható színházban is, és bármelyiket tulajdonképpen elérhető áron ki tudjuk vinni iskolákba. Egy-egy ilyen előadás után általában milyen visszhangok érkeznek a fiatalok részéről önök felé? Ugye egy ilyen előadásnak akkor van értelme, hogyha a színház az egy varázslat, az egy csoda. A semmiből, ebből az osztályteremből tud lenni egy drogos fiú szobája, és XY színészből tud lenni egy heroinista fiú, ebben az előadásban én is játszom a fiú apját, vagy egy apa, aki kétségbe van esve attól, hogy mi lesz a fiával. Tehát ez a csoda, ez az szerintem, ami az ember szeme láttára történik, ez az, ami a színházat 2000 év óta fenntartja és élteti. Ez a csodavárás, ez az emberekben megvan. És én azt gondolom, hogy egy ilyen előadásnak az igazi értelme az, hogy a színház erejével beszél olyan dologról, amiről lehet így is csacsogni, csak az nem zsigeri élmény, nem átélhető élmény. És mi ezt az átélhető élményt szeretnénk elérni az összes darabunknál, és mi azt látjuk, hogy ez igenis meg tud történni, még olyan sulikban is, amikor a gyerekek nem nagyon szeretnek előre ülni, és mindig itt hátul tobzódnak, és egyszer csak mondom, hogy figyeljetek, higgyétek el, ez jó lesz, kicsit üljetek előbbre, és akkor egyszer csak azt látom, hogy az asztal szélén, aki így ült, ott játszódik a darab, elkezd figyelni, majd fölágaskodik, és onnantól kezdve lábújhegyen nézi, mert beszippantja. És a beszélgetések is általában ezt szokták igazolni, úgyhogy benne, hogy ez most is itt így lesz. Tehát akkor adhat ez a fiataloknak egy katartikus élményt ebben a témában, ha jól értem. Csak ez a cél, semmi más. És utána pedig a beszélgetéssel ezt valamilyen módon feldolgozni, és megnézni, hogy egyáltalán mi hiszünk abban, hogy egy tabu témáról csak önmagában egy beszélgetést kezdeményezni, az már egy tett.
nem kell megmondani a tutit, nem is lehet, de ha egy olyan dolog, ami nehezen kerül szóba, és ebben benne van a családon belüli erőszak is, vagy egy olyan darabunk is van, vagy pedig a Tolerancia másság elfogadás vakság címmel van egy darabunk, ami szintén egy olyan, hogy viszonyuljak egy vakhoz, vagy egyáltalán hogy dolgozzak fel egy igazi veszteséget az életemben, akár egy szülő elvesztése lehet, akár a látásom, akár egy lábam, bármi. Ezek olyan elrejtett és tabu témák, amiről egy beszélgetést kezdeményezni megfelelő szakemberrel, az már önmagában egy erény, szerintem. Zirc mennyire új helyszín az ön számára? Itt arra gondolok, hogy járt esetleg már erre? Hát most meg fognak döbbenni. A színházzal soha nem jártam, ez az első alkalom, viszont nekem a teljes apai ágon a családom zirci származású. Úgyhogy az édesapám és a testvérem is a zirci temetőben fekszik, most fog felmenni majd hozzájuk egy szál gyertyával, de 3 Scherer kripta is van egyébként, és a apai nagyanyám, Orbán volt, és az Orbán nagypapa, tehát az ő édesapja, az üzemeltette Zirc egyetlen szatócsboltját itt a központban. Az idősebbek még emlékeznek rá. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes szitu. És az én nagyapám is zirci születési volt, sőt, édesapám is Zircen született, csak a nagyapám jogász lett, ügyvéd, Pozsonyban és Pécsett végzett az egyetemen, és mint járási főszolgabíró kapott Veszprémben egy nagyon jó állást, és akkor költözött be a család, édesapám még kicsi gyerekként Veszprémbe, de apám az a nagyszülőkhöz ide járt ki. Tehát ilyen szempontból teljes mértékben hazajövök, noha ezek a felmenők már zömében a föld alatt vannak sajnos, de hát mondom, a temető az árulkodik. De bevonzál, ne nézz hülyének, légy szíves, jó? Hát akkor az kívülről volt bezárva. Krisztián, belülről volt bezárva, gyere, légy szíves, gyere, mutatok valamit, jó? Krisztián, gyere, hallod? Nem legyek fáradt. Nem azért, mert fáradt vagy, hanem mert bezárkóztál. Télhívogató jótékonysági műsort rendeznek az általános iskola tanulói december 1-én csütörtökön 17 órától a Városháza nagytermében. Műsorukon vers, próza, hangszeres darabok, énekes előadás, tánc és bűvész bemutató is szerepel. A rendezvényen befolyt adományokkal a tanulók tavaszi programját támogatják. December 4-én vasárnap 16 órától a Petőfi Sándor utca 7-es szám alatti rendezvényteremben lép fel a Mendelssohn Kamarazenekar. Az önkormányzat által szervezett adventi koncerten elhangoznak majd többek közt Vivaldi, Mozart és Telemann művei. A rendezvényen megszólal a Zirci Tücsök zenekar is. A belépés ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Jótékonysági gálát szervezett az Árpádházi Szent Erzsébet katolikus karitás csoportja. Ezzel a felvétellel zárjuk műsorunkat. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Elsősorban azokat, akik szerepelni fognak, másodsorban, ha szabad ilyen rangsort tenni, azokat, akik megszervezték ezt a délután, és harmadsorban mindazokat, akik fontosnak tartották, hogy eljöjjenek ide. Szeretettel köszöntöm, kiemelt szeretettel köszöntöm Takács István atyát, aki a Egyház megye érseki hivatalának az irodaigazgatója, illetve Szijjártó László atyát, aki a Veszprém Főegyház megyei karitásznak a vezetője. Fogalmazhatunk úgy, hogy már hagyomány ez a jótékonysági délután Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva. Mit is akarunk ezzel a rendezvényen, ezzel az alkalommal elérni? Egyrészt az, hogy fölhívjuk a figyelmet arra, hogy segítsünk egymásnak. A Zirci Karitás csoport azt hiszem nagyon jól szervezi ezt a segítséget, összehozza mindazokat, akik segíteni akarnak, azokkal, akik segítséget remélnek, segítségre várnak.
Természetesen ezzel az alkalommal és egyáltalán a Caritas tevékenységével nem tudjuk megoldani az emberek összes ügyes, bajos problémáját, de segíteni tudunk rajtuk. Mit is akart Szent Erzsébet? Azt akarta, hogy kissé vidámak legyenek az emberek körülötte. Azt hiszem, nagy dolgokat nem tudunk elérni, de azt el tudjuk érni, hogy vidámmá tegyük a környezetünkben lévő embereket. Kis örömet, mosolyt csaljunk az ajkukra. Hát tegyük ezt mindannyian, és segítsük a Caritas csoportot abban a tevékenységében, hogy egy kis vidámságot, egy kis örömet hozzanak az emberek szívébe, lelkébe. Kívánok nagyon szép, örömteli délután együttlétet. Nagy örömmel és szeretettel köszöntök én is minden megjelentet. Jó itt lenni, jó ennyi jó ember között lenni, és érdeklődve nézem én is már a gyönyörű lányokat, az előadókat, hogy milyen gazdag műsorban lesz részünk, és nagyon örülök, hogy én is itt lehetek, részese lehetek ennek. Pár gondolatot szeretnék én is megosztani önökkel. Nagyon friss ez a hivatal, amit kaptam, még nekem is szokni kell. Én nagyon sokáig, 10 évig voltam a Padány iskolának és a Dávidikum középiskolai kollégiumnak a lelki igazgatója. És ott ebben a kollégiumban, annak kápolnájában van egy érdekes feszület. És ennek a mai együttlétünknek ez lehetne kicsit így a jelképe, ezt idézném meg önöknek. Ez a feszület egy híres feszületnek a másolata, ami Észak-Olaszországban egy búcsújáró helyen látható. Viszont aki ezt a feszületet, aki látja akár Olaszországban, akár nálunk a kollégiumban a másolatát, az meglepődik, mert nem úgy ábrázolta egykor a mester, aki készítette ezt a feszületet, mint ahogy mi azt megszoktuk volna. Krisztus látható rajta, a test, de a keze, a lába az nincs teljesen megformázva, olyan csonka a keze és a lába. És nagyon jól tudjuk, hogy a mai ember nem biztos, hogy ráébred arra, hogy mit is jelenthet ez, ezért az eredeti búcsújáró helyen van egy kis magyarázó szöveg olaszul, amin ez áll, Krisztusnak nincs karja és lába, mert ti vagytok Krisztus karja és lába. Általatok tud másokat megölelni, könnyet letörölni, sebet bekötözni, általatok tud másokhoz megérkezni, és hogyha ti nem teszitek, akkor ő látszólag tehetetlen. De a szeretetnek mindig egy nagyon szép ismérve az, hogy kiszolgáltatja magát, rábízza magát arra, akit szeret. Istenről pedig azt mondjuk, hogy maga a szeretet. És Krisztusban ez a szeretet jött el közénk, ő mutatta meg magát ott a kereszten is. Ha jól akarjuk érteni a keresztet, hiszen a Krisztus király ünnepén az evangélium is ezt a jelenetet idézte meg, akkor értjük jól ezt a művészi megfogalmazását is a szeretetnek, amely kiszolgáltatja magát, rábízza magát arra, akit szeret. És ha mi ennek a szeretetnek nem leszünk eszközei, akkor látszólag ez a szeretet tehetetlen. Jó, hogy ennyien itt vannak ebben a gyönyörű délutánban, eljöttek és fontosnak tartják, hogy jóban osztozzanak, egymást bátorítsák. Szokták azt is mondani, hogy a legnagyobb szomorúságot a világban nem is a nagy bűnök adják, hanem a mulasztásaink. És valóban én magam is átgondolom sokszor, hogy hát ez a világ egészen más lenne, hogy ha az a jó, amire alkalmat kapunk, azt megtennénk, akkor tényleg egy egészen más világban találnánk magunkat. Hány elmaradt mosoly, hány elmaradt ölelés, hány elmaradt köszönetmondás, vagy akár bocsánatkérés. Van a mi részünkről is néha itt jelen ebben a világban, illetve pont a hiánya az, ami ahelyett, hogy gyógyítana, hiányként mérgez. Milyen jó lenne, hogyha nem a mulasztásaink lennének azok, amelyeket egy nap végén átgondolunk, hanem kihasználnánk az alkalmakat a jóra. És ez a világ általunk és velünk tudna örülni, az élet mellett dönteni, tudna valóban Krisztus karjává és lábává lenni. És végül egy utolsó gondolat, szokták mondani, hogy nagyon fontos az életünkbe belegondolni abba, hogy mi mulandó és mi maradandó. Nagyon sok időt szentelünk annak, ami mulandó. És nagyon sokszor figyelmünk látóteréből kiesik mindaz, ami maradandó.
mindig eszembe jut egy híres történet két nagy festőfejedelem találkozásáról. Renoir és Matisse-ról mesélték. Renoir egy híres festő volt, ünnepelt festő, amikor még Matisse csak ifjú tehetség, még csak a pályája elején volt, és Matisse csodálta Renoir-t. És tudjuk, hogy Renoir élete végén súlyos betegségben szenvedett, csont és ízületi fájdalmai voltak olyan erősek, hogy kihullott az ecset a kezéből. És a körülötte levőket kérte arra, hogy kössék oda. De hát így is iszonyú erőfeszítést betelt, minden egyes vonal meghúzása, és egyszer pont így erőlködve talált rá Matisse, aki meglátogatta a nagymestert, és felháborodott, hogy ez a mester, ez hát miért gyötri magát? És ki is fejezte azt, hogy hát mester, hát nem kell már neked, annyi szépet adtál, te már halhatatlan lettél a műveidet, hát neked nem szabadna gyötörni magad. És akkor Renoir ránézett csodálkozva, és azt kérdezte tőle, hogy te nem tudod, hogy a fájdalom elmúlik, de a szépség megmarad. Ja, jó, amikor tudjuk, mi maradandó és mi mulandó az életünkben. Mi azt mondjuk, hogy a szeretet és annak művei maradandók. Amikor majd Isten előtt állunk, akkor azok velünk lesznek. Vagy ha visszagondolunk arra, hogy az életünkben bárki, aki jó volt hozzánk, szeretett minket, akkor is, ha már távol van tőlünk, vagy ha már hazatért az Istenhez, akkor is mindaz, amit tett velünk, az maradandó. Az ott marad velünk, elkísér az életünkben. Milyen jó lenne, hogyha akár ez a kör is, mindenki, aki itt van, bátorrá tenni a környezetét arra, hogy a maradandót keresse, és az életét beváltsa a szeretetre és annak műveire. Köszönöm, hogy itt lehetek, és nagy érdeklődéssel várom a mai műsort, és köszönöm a szervezőknek, a fellépőknek és mindannyiatoknak, hogy időt adtatok. Egy nagyon szép délután kívánok mindannyiatoknak. Nagy Bálint, Bakony, te szép hazám! Hogy imádjalak? Hogy szeresselek? Nincs elég húr, lélek, rúzsafán. Hol az ősvág dallal köszöntenek? Fogadj fiadnak, Bakony, szép hazám! Szűkebb hazámnak édes kebelén, édes álomra fejem hajtom én. Mikor a tavasz ontja illatát, fakad a rügy, kíséri lágy zsongás, ezer madár zengeti szép dalát, édesen cseng a patak csobogás. A nagy, csodás természet átizen, erdők lelke szól, pihen a szívem. Vagy, amikor jön a nagy hervadás, zúgva, mintha minden fa elmenne, a hegyek ormán nagy a jajgatás. Leszáll az ősz, vad, tépő szerekkel. Elnézném fájón, örökké talán. Tépet koronát, Bakon, szép hazám. Jártam Kárpát, alpesek tájait. Oda át a nagy székely hegyeket. Szedtem a havasok virágait. Lobogni láttam a pásztor tüzeket, de egy fa se zúg sehol oly szépen, mint szép Bakony hazám sűrűjében. Letűnt idők drága emlékeként, ódonvár roskad vén szikla tetőn. Bús századok zivataros egét hányszor látta zokogva, szenvedünk. Most ifjak bújnak itt. Csók és virág. Mindenem vagy szép Bakonyi világ. Ledölt oltárkövek forrás felett, hol Istent imádtak pogányhiten, vadnak adnak most nyugvó helyet, ha szomjat olt csörgedező vizen. Valaha rég, ha feljött a holdfény, lovát itatta itt koppán vezér. Bár lenne sorsom könnyes, alázott. Nem mennék én innen sehova, bölcsönbe ősrengeteg vigyázott. Nem lehetnék hűtlen soha, soha. Itt érjen el, utolsó éjszakán. Karja itt van, Bakony, te szép hazám.
Köszönjük Lőrinc atya és István atya köszöntő mondatait, gondolatait. Nagy Bálint parasztköltő, Bakony te szép hazám című versét a dédunoka, Tárkányi Nagy Roberta adta elő, aki őrzi és ápolja dédpapája örökségét. Köszönjük neki is a szép előadást. Most pedig Fuvola zene következik. A harmadik Béla Gimnázium és Alapfokú Oktatási Intézmény zenetanára és két tehetséges tanítványa előadásában. Először Wolfgang Amadeus Mozart Varázs Fuvola című operájából egy duót ad elő, Palánkai Tünde és Palánkai Hanna. Majd egy Fuvola triót hallhatunk, ugyancsak Mozart művet Rondó című művéből, egy részt, melyet a testvérpár és tanárnőjük Rezsőfi Lívia szólaltatnak meg. Szivárvány kamarakórust. A műsoruk pedig a következő. Kodály Zoltán Zöld erdőben, Bartók Béla Bolyongás, Balázs Árpád Bodzavirág, majd egy amerikai néptal feldolgozás Evening Rise, ezután pedig egy újabb feldolgozás női karra California Dreaming. A művészeti vezető Jakabné Kis Éva, zongorán pedig Géring Klára kísér. Zöld erdőben, sík mezőben, zöld erdőben, sík mezőben, akik egy madár.
olvasunk egy vidám verset. Arany János a Bajusz című versét Úrich Attila, a Reguli Antal német nemzetiségi nyelvoktató általános iskola 7. B-osztályos tanulója fogja előadni. Arany János, Bajusz. Volt egy falu, nem tudom hol, abban lakott. Mondjam én ki, se bajusza, se szakálla, egyszer sála se volt néki. Annál fogva helységében nem is hívták egyéb néven, Kopasz szájos Szűcs György bátyja. Ez volt az ő titulája. Ami pedig Szűcs György gazdát máskülönben illeti, nem bolond ember voltán ő. Ládájába pénz egy bögre, azon kívül juha, ökre és szamara volt neki. Sőt, az is szent, hogy már régen ott ülne a bírószéken, hasa hája kék nagydrága minden kész a méltóságra. De mit ér, ha nincs, bajusz. Így anyám asszonyos képpel, sose választál néppel, szavazott rá 10 vagy 20. Történt, hogy olák cigányok, tudva levő nagy zsiványok, kóborlának a vidéken, és megszálltak a falu végén. Meghívják a rokonságot, a helybeli cigánságot, és ezeket törülhetően kivallatják mindenképpen, mi van, hogy van a helységben. Nem különben a bölcs vajda, haditervet kohol mindjárt, nincs egy ház, nincs egy pajta, hogy ne tudják csinyjá binyjá, hol lakik dús az agyasszony, kit jó módon megtapasszon. Kinek esett holmikára, s van szüksége profétára, ki szeretne gazdagodni, könnyű módon pénzhez jutni. Mindez a vén vajda gondja. Nem kerülte ki figyelmét Szűcs György uram nyavajája, gondolván, hogy ő kigyelmét egy kissé megberetvája. Nem kell ahhoz néki szappan, anélkül is mesterabban, szörmentibe vagy visszára, beretválni nincsen párja. Egyedül van Szűcs György gazda, egy lélek sincs udvarába. Hát én, a furfangos vajda, beköszön a pitharába. Engye gazduram a kőbe, ha mi gyanok, hogy bajuszát levágja tőbe? Magyar emberi kigyelmed! Milyen szemmel nézett rája a Szűcs György gazda képzelhetni, a vasvillát nem lehetne mérgesebben odavetni. De a cigány győzte szóval, hízelgővel úsztatóval, míg György el nem panaszolta, hogy áll a dolog, jövölta. Kente, fente, ő azt írral, kígyó hájjal, medvezsírral, ebkaporral, kutyatéjjel, meg is nőtt az minden éjjel, tudni illik, álmában. S a felébredt mennyi kéjjel tapogatta. Hiába. Szent Pilátus, minő szégyen, hát miért nem mondta régen, soha sem volt nem is termet, hát miért nem mondta kelmet, nagy bajusza volna régen, hisz ez az én mesterségem. Megüvül a György a szónak, hogy bajusza lesz ma holnap, s mintha nőne a szép sörte, már helyét is bedörte. Sonka, sódar, füstös oldal, lic, szalonna, főzelék, van elég, ráadásul jó ozsonna, s valamint a vajtakére, megalkudva, megígérve. Nosz a tüzet rak legottan, lobog a láng, bűg a katlan, száll a szikre, forr az üst, fő a fürdő, folyt az üst, bennem mindenféle gyingyom, holmi gizgasz, holmi ringrongy, amióta útfelem elhányódik, vagy terem. E bűbájos fürdőnében nő meg a György bajsza szépen, s ha hibáznék egy picit, a babona ráviszi. Kész immár a bornya munkát. Szűcs György jó remény fejébe, nyakig ül a szennyes léve, Istennek ajánlva dolgát. Cigány sereg azonban, beszivárog alattomban, egy tüzet rak, más vizet már, másik fáthoz kell az ember, úgy szaladnak, úgy segítnek, dolgot áld a vajna mindnek. S hogy pedig a hasznos pára, Szűcs uram fejét megjárja, elővesznek egy nagy ponyvát, és a fürdőkádra vonják. S a kád mellett körbe-körbe tánc kezdődik, fürge-pörge, kalapácstól donga-donga, tiktak-tiktak foly a munka, és egy bűvös dal ünnök halkan. Bajussza lesz Szűcs Györgynek, ne irigyeld szegénynek, s még a ponyvát jó erősen apró szeggel odaszegzi, a cigány, hogy újra kezdi. Bajussza lesz Szűcs Györgynek, vagy ne, igen, biz a szegénynek. Ez alatt a pénzes bögre, búcsú járni ment örökre. Követé a füstös oldal, a szalonna, meg a sódal,
az ágynemű, a fehérnemű, a vasféle, meg a részmű. Szóval, ami könnyen mozdult, lábak elvén mind elpusztult, mert a gazda tiktak-tiktak, nem hallá hozzáratnyitnak. Meddig ül egy györgyakádban, ödővel leszögezve, nincs megint a krónikámban. Csak annyi van feljegyezve, hogy mihelyt abból kilépve, tükröt vévén kezébe, hogy bajuszát felsodorja, nem tehette. Mert nincsen mit, mert bajusza nem nőtt semmit. De igen, füle és orra. Az Örök Néptánc Együttes következik most, akik Csesznekről érkeztek, a műsorokat pedig fogadják szeretettel. Come on!
Délutánok zárásaként az Inner Garden akusztik zenekar két tagját láthatjuk és hallhatjuk. Az Inner Garden egy világosan színes kortárs vagy pop-art kvartett Budapestről. Akusztikus projektként indult és az egykor főleg dobosként ismert Prestás Gergő szerzeményei köré épült. Már az akusztikus jelleg csak nyomokban érezhető, a zeneisége pedig nagy éveket fut be a folktól a jazz rockig. Mai napon egy kissé szelídített felállásban hallhatóak az Inner Garden dalai, a csapat hegedűse Újvári László Lehel és Prestás Gergő a zenekar énekes gitárosa előadásában. Hallgassák őket szeretettel! Hogy ott túl kevés az idő,
Nekünk sikerült a legagresszívebb szövegű magyar népdalt megtalálni. Nem is gondoltuk, hogy már ezt el fogjuk így játszani, de így megkívántuk ezen a szép novemberi délutánon. Ez a Még már megverek valakit kezdetű magyar népdal feldolgozás. Egy picit már dúsabb, amikor a zenekar koncertezik, de talán nem tudjuk, hogy így ketten lehállál, úgyhogy most egy ilyen ős mutatója így a dolognak. Nem tudjuk, hogy fog szólni. De meglátjuk. Ez egy érdekes kísérlet. Most itt a szűrmű pont. Lehet táncolni.
csúnya az erdő teteje. Látszik a vadász belőle. Mindenki megfelelő lelki táplálékkal menjen haza, már ha eddig nem volt még meg, eljátszok a világ legszebb számát. Tehát, hogyha legközelebb kérdezik tőletek, vagy önöktől, hogy melyik a világ legszebb száma, akkor be lehet mondani, hogy az Inner Gardner zenekarnak az Ünnep volt az éjjel című és kezdetű dala az. Thank you.
csoportunk nevében szeretném megköszönni először is Takács István atyának, hogy elfogadta a fővédnökséget és megtisztelte jótékonysági délutánunkat. Szijjártó László atyának, a Főegyházmegyei Karitász igazgatójának, hogy sok teendője mellett erre is szakított időt, és hát polgármester úrnak szintén, hogy eljött. Szeretném a minden fellépőnek megköszönni ezt az örömteli délutánt, amit kaptunk, és önöknek, kedves vendégeim, hogy ilyen nagy számmal eljöttek, és megtisztelték jótékonysági délutánunkat. Köszönöm a két önkéntes középiskolás segítőnek, Gyurkó Zsófinak és Ulrik Annának a segítséget, és szeretnék mindenkit hívni egy jó beszélgetésre, egy meleg tejára, finom süteményre, amiért köszönet a Karitász társaknak, a barátnőimnek, és kérem, további kellemes időtöltést kívánom. Köszönöm szépen! Kedves nézőink, adásunkat megismételjük szombaton 12, vasárnap 14, hétfőn 18 és kedden délelőtt 10 órától. Új műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, és kellemes hétvégét kívánok. Viszontlátásra jövő hét pénteken!